Ha közös listát nem is állítottak az ellenzéki pártok az EP választáson, az világosan látszik, hogy e mögött most nem ellentét, hanem a pártok logikáját követő szavazat maximalizálás áll. Hogy ez a logika jó volt-e, vagy mégis a közös lista hozott volna többet a konyhára, az majd csak május 26-án derül ki. Egy dologban azonban március megvalósult a teljes ellenzéki összefogás ugyanis, összehangoltan küld szavazatszámlálókat az ellenzék a májusi EP választásra. A cél az, hogy a nagyjából 10 000 szavazókör mindegyikében legyen legalább egy ellenzéki delegált. Ez nem csoda a tavaly áprilisi nyilvánvaló választási csalások következmény nélkülisége után. Azokban a szavazóhelységekben, ahol nem volt ellenzéki szavazatszámláló, rendkívül nagy volt az érvénytelen szavazatok száma, vagy a felvett és leadott szavazólapok különbsége az igen nagy és eltérő volt, azokhoz a szavazókörökhöz képest, ahol nem csak a Fidesz delegáltjai vettek részt a szavazatok számlálásában. Reményeik szerint, így legalább egy dologban rá tudják a Fideszt kényszeríteni a tisztességes eljáráshoz.